December 5-én hatályba lépett az Európa-Tanács határozata az orosz kőolaj árkorlátjáról és annak harmadik országokba való tengeri szállításának tilalmáról, Számotba a Europejska Pravda. Az Oroszországból származó vagy onnan exportált kőolaj, kőolajtermékek és olajok maximális árát hordonként 60 dollárban állapították meg. A határozat megtiltja továbbá a, a szállítással kapcsolatos technikai segítségnyújtást közvetítői szolgáltatást, illetve finanszírozást vagy pénzügyi támogatást. Mivel az árplafon a piaci helyzethez igazodva időszakonként felülvizsgálható, a határozat annak minden egyes változását követően 90 napos átmeneti időszakot állapít meg, következetes alkalmazásának biztosítása érdekében valamennyi szolgáltató részéről. Az árkorlát működését a piaci helyzet alakulására való reagálás érdekében két havonta felülvizsgálják és a Nemzetközi Energiaügynökség adatai alapján legalább 5%-kal az orosz kőolaj és olajtermékek évi átlagos piaci ára alatti szinten határozzák meg. A géhetek valamint Ausztrália szintén 60 dolláros hordonkénti árplafont vezetett be az Orosz Föderációból tengeri úton szállított kőolajra.